Szerintem mehet, igen. Sziasztok! Mindenkit üdvözlünk! Majlát Monika és Istó Kimola. A novemberi klubnapunk vendége dr. Szombati Zsigmondné. Kedves Pannika, át is adnám neked a szót. Mutatkozzál be, mondjál pár szót magadról. Tehát szeretettel üdvözlök mindenkit. Én szerintem sokan ismernek engem. 89 óta dolgozom a vakok iskolájában, én is lelkesérült vagyok, gyerekkoromban ott tanultam, és az elmúlt években matematikát és kémiát tanítok. Egy szabadalmam van, amit most fogok itt bemutatni, ez az atomol, ami a kémia oktatását megsegíti szerintem nem csak a látássérültek, hanem minden fiatal számára. Röviden ennyi, talán még annyi, hogy 3 gyermekem van. Gratulálunk! Rendben, akkor szerintem csapjunk is be a közepébe. Itt van a kollégánk, Nagy László. Kedves László, úgy tudom, hogy érdekel a kémia nagyon, úgyhogy megkérlek, hogy akkor gyere is a Panikával, építsenek itt meg egy molekulát, amit téged most érdekel. Teljesen úgy neked még ez a nem baj, történet? Azért van itt a tanár. Mindent megmutatok neked, jó? Érdekel, de a gyakorlatban nagyon kívül, még a kovalens kötés, a redoxi reakció még nagyjából úgy stimmel. Most lehet, hogy áll. Tehát most mutatok neked, ez például egy alumínium. Köszépen látni fogod, van egy gyöngyök vannak, van egy hosszúkás gyöngy, az 10-et ér. A picike gyöngyök 1-et érnek, ezért ugye látjuk a 13-as a rendszáma. Körbe látod azokat a pályákat, ami kidomborodik. Az elektronpályák. Így van, a gombok azok lesznek akkor ugye az elektronok. És akkor a külső pályán azokat úgy szoktuk mondani, hogy vegyérték elektronok. Ő neki tehát 3. Tehát ők jönnek-mennek, igen. Hát így van, neki 3 van, ugye ő a fémek közé tartozik. Most próbálok mutatni neked egy olyan, szerintem szépséget, ami biztos, hogy tetszik. De vizsgáld meg. És akkor mindig, ahol 10-nél több proton van, ott mindig ugye a nagyokkal, tehát nagy gyöngyel. Az a 10-es, igen. Így van. Ne legyen sok kicsi, mert így van. Most mutatok neked egy oxigént. Ugye nincs is nagy, ha jól érzem. Ott nincs nagy, de így van, mert neki 8-as. 8, igen. Hát 8-as a rendszáma, így van. És akkor ott látni fogod az elektronpályán, hogy az elsőn 2 van, és második, ugye 2 elektronpályája van, a másodikon pedig 6 darab van. Igen. Viszont találsz a 2 gombjukat. 2 gombot? Vagyukat? De igazad van, igen, csak fő kell emeljem. 6 darabot találsz. Itt a 2 gomb. Így van, abból 2 más, mint a többi, ugye vegyérték elektronoknál. Tehát 2 más volt a többi, azért, mert azok a páratlanok. És találni fogsz ott 2 gombjukat. Az megvan, igen. Megvan. Most, hogyha egy oxigén molekulát építenénk, akkor a páratlanokat, tehát ami bemélyed, az a páratlan elektron, és a gombjukat használjuk. Megpróbálsz építeni egy... És akkor összeinted lehet gyakorlatilag építeni egy oxigén molekulát. Hát igen, megpróbálod? Hát de persze. Oké. Okay. Ezt a 2-t... Így van. Pontosan, és akkor szépen ezt, ha összeépítjük, akkor ugye ki fog derülni, hogy ennek milyen a kötése. Mert az is látszódni fog. Tehát a bemélyedő gombokat használod, és a gombjukat. Mert mindig a kötések mindig a páratlanokkal vannak. Persze vannak kivételek. Szerintem nem lesz jó. A bemélyedő gombokat, az nem jó. Picit segítek neked, jó? Jaj. Mert akkor ugye... Ezek sima gombok. És akkor, és csak itt... Ez az egyik bemélyedő gomb, meg az a másik. Oké, okay, jó. Ó, na akkor így tessék. Akkor így megképpen vagyok. Tehát van olyan, amikor a páros elektronokat is használjuk. Például az ózonnál. Ugye ott 3-3. Hát így oxigén. Van, pontosan. Illetve például a kénsavnál, tehát van olyan, ahol bizony szükségünk van arra, hogy a páros elektronokhoz is kapcsolódjanak. Ezért nem lehetett az, hogy mondjuk másképpen
ábrázoljam őket, tehát ugyanakkor. Hát igen, csak figyelj, csak kérem a kezedet. Itt még találsz gombjukat, ugye? Igen. Azért, mert ezt még itt is. Ott is ott a páratlan, látod? Ja, nem voltam, eddig örültek. Aha, nem voltál. Szó szerint. Igen, nem voltál. Akkor az így kapcsolódik össze. Igen, és akkor őróla ugye már elmondhatjuk, hogy közös pályát hoz létre, tehát kovaláskötés. És egyik a másikhoz ugye hány elektronnal kapcsolódik? Kettővel, tehát kétszeres. És még azt is tudjuk róla, mert egyformák, hogy apoláris kovaláskötés. Tehát ebben minden benne van, ugye? Szerintem. Ez ilyen interaktív is, ez nagyon jó. Jó, tehát ez akkor megvan. De szerintem még ezt ott be kéne, úgy. Ja. Arra meg lesz az. Csak még egy gombokat keres, igen. Laci. Nem, majd meg lesz. Megvannak azok. Nagyon jó. És közben megkérlek, Panika, hogy mesélj el, hogy hány helyen van ez már a szállatban. Nem tudom, ne lépjek rá. Tehát Magyarországon most már körülbelül közel 30 helyen van, de hogy hol, nem tudom. Mert vagy a Vakok Szövetségében vásárolták, vagy tőlem, mondjuk azt azért tudom, hogy kik használják, de a kerbóban, amikor megrendelik, akkor nem, én nem név szerint kapom meg, tehát azt nem tudom, csak azt tudom, hogy hányat adtam el. És akkor Németországban van egy pár, és Izlandon van. Egy. Izlandon egy van. Egy. Igen. Megvan, Laci? Uh-huh. Mit szólsz? Látod, ez mindig ilyen cuki módon begömbölyödik. De most akkor mutatni fogok neked egy másikat, amikor... Ezt szép fogom szedni, hogy te építs meg, jó? Na, tehát akkor... Most össze fogunk rakni a DNS molekulát. Láttad a gyémántot? Igen, azt láttam. Igen. Láttam. Na. Ő most a gyémánt. Most akkor ennek a rendszámát, ha leolvasod, én megmondom, hogy ki ő. Jó? A 10 az biztos. 12? Igen. Tehát ő emlő magnézium. És akkor adni fogok egy oxigént. Igen. Magnézium oxidot kéne valahogy majd össze. Na, az kellene pontosan. Magnézium oxidot. 12, az biztos. És akkor vizsgáld meg, ugye most az oxigénen van két gombjuk. Magnéziumnak pedig van két vegyérték elektronja. A méritet gondolok, igen. Így nincs, van, mi? Nincs, több körbe tapisztam most, ügyes. Helyes. Egyébként tényleg nagyon jó, mert az ember már tudja, hogy mire kell figyelni, akkor már igazániból teljesen logikus ez. Még egy jó, mert tényleg föl vannak varva az elektronpályák, és tehát mégiscsak van valami elképzelés, hogy... Igen, hát nagyon nehéz volt olyan zsinór találni, ami ugye nem fosztik szét. Igen. És a másik az, hogy jó tapintható legyen. De szerintem egész jól. Na, és akkor ők meg... Hát ez így tökéletes. Viszont itt látod, hogy itt közös pályát nem hoznak létre. Nem, igen, mert nincs összekap, nincs még. Így van, pontosan közös. Tehát ez az ionkötés. Amikor csak ion, tehát átadás van. Tehát a magnézium átad ugye a... Oxigénnek, pontosan. Így van. Na és vizet is szeretnél? Nem áll. Az oxigént, az mindig, hogy van még oxigén a tomadjón. Van, sok oxigén van, nem. Jó, hogy én így van, zsebek vannak. Közben engem nem látnak a kedves nézőink, de mondom, hogy ez a kis zsebes terítő. Ez úgy van megcsinálva, hogy Braille írással is fölötte ott vannak a számoknak a jelzése. Tehát az egész periódusos rendszert itt meg lehet találni, külön-külön minden egyes... Majdnem minden. Tehát azt lehet megtalálni, amelyik szükséges egy általános iskolában, vagy esetleg középiskolában. Lehet, hogy ugye neutronok nincsenek, tehát azzal nem... Neutron is van.
És persze a kémiai jelölésekkel vannak. Igen, és azért nagyon jó, mert ezzel a gyerekek tényleg a periódusos rendszert megtanulják. És a másik a tárolás szempontjából nem szanaszét vannak az eszközök, hanem a helyükön. Általában a helyükön. Igen. A gyerekeknek kell visszarogni az iskolában, és hát nem mindig oda megy, de azért alakult. De ha szépen megkérjük a gyerekeket, tudni kell, hogy Panikánál voltam gyakorlaton, és ha nagyon szépen megkérjük a gyerekeket, akkor visszateszik a helyükre. A másik. De ezzel is tanulnak, hogy mondjuk a magnéziumot hova kell visszaadni a vasra. Minden óra végén játszani szoktunk. A gyerekek önmaguk építenek vagy egy molekulát, vagy kivesznek egy atomot, és akkor Barkovába ki kell találni, hogy mi van nála. Ez azért is jó, mert anélkül, hogy ők gondolják, szóval, hogy lényegében ezeket a fogalmakat ugye gyakorolják, és a játékeve az rögzít. Igen. És akkor a Barkovában, amikor bizony-bizony válaszolni kell, hogy kovalens kötés, hát most vagy az ugye azt mondja, hogy igen. Akkor ugye már a gyerekek úgy gondolkodnak, hogy kovalens kötés, akkor milyen lehet az a kötés, apoláris, hányszoros kötés, és olyan szépen kitalálják. Igen. Ügyesek. Hát ez még így kevés. Próbáltam megúszni. Ne húzd meg, mert most nézd meg, ott maradt a gombjuk. Ne? Akkor most ebben segítek neked. Egyiket megcsinálom, oké, Laci? Szerintem nem egy, gondosabban már akkor sejtem. Tessék? Akkor már sejtem. Jó, várjunk csak. Nem, hát én sajnos ilyen vagyok, hogy gyerekeknek is azért szoktam segíteni. Másikat is így. Még ott az egy gombjuk ott van. Nem szabad, hogy ott maradjon. Mikülönben nem lesz stabil a molekula. Hát, akkor az még nem kész. Már pedig ők összekapcsolódnak. Ugye? Most még valamivel reagálni fog az a így van, még hozzá mikor, amikor a hidrogént elkezdjük égetni. Nem? Nem sikerül? Úgy tűnik. Aha. És én ezt megkérdezném, hogy oké, hogy így tanulnak a gyerekek, mit, hogyan, mivel kössünk össze a gyakorlatban, ezt hogy tudod nekik megmutatni esetleg? Hogy érted a gyakorlatban? Hát, mint hogy most a hidrogén égetést is ezért fordult meg a fejemben ez a kérdés. Kísérletezni nem kísérletezünk, azért, mert mondjuk általában azt mondom, jó, nem mondom, hogy hangeffektus nincs, de valójában most az, hogy milyen színnel lép valami, az szerintem lényegtelen. Uh-huh, igen. Tehát, de ha belegondolunk, akkor eddig nálunk az iskolában szinte azt mondom, hogy csak verbális ismeretek voltak. Uh-huh. Semmi olyan kézzelfogható nem volt. A gyerekek gyönyörűen leírják egyébként, hogy hidrogén plusz oxigén egyenlő víz, utána gyönyörűen fölírják, hogy H2 plusz O2 egyenlő H2O, uh-huh. utána rendezik, hogy 2H2 plusz O2 egyenlő yeah. H2O. Uh-huh. Tehát gyönyörűen ezeket a reakció egyenleteket megcsinálják, ugyanúgy ki tudnak bármit számolni, tehát a reakció egyenlet alapján, uh-huh. tehát mindent tökéletesen csinálnak. Köszönöm. Szívesen. Tehát ez egy kis víz. Nyugodtan kérdésekre szívesen válaszolok. Szóval egy kis házikó. Nagyon cuki. Hát szívesen, nyugodtan Laci kérdezzél te is. Itt a cukor. CU. Hát igen, csak az nem egészen cukor. Ugye? Kácium. Hát a cukor az azért egy kicsit milyen, más. Milyen ahogy is hívják kérni, mert ez az én az a cink. Igen. Van. Akkor mi van a cink előtt? Ennyire azért nem ezek, már. Ezek ugye mellékcsoportban vannak, tehát három mellékcsoportot jelöltem, ami szükséges. Hát az a rézi különben. De a vas, a réz és a cink. A fe, a vas. Az S az a kén, a P az a foszfor. Így van, a CO az a rézike. Az a lesz a réz. Igen. Azt mondom, zau az arany, tehát az nem tudom, hogy honnan marad meg így benne. Hát az megmarad, de az nincs. Az azért nincs, megmondom, mert ott a legvégén, ha megkeresnéd a radont, ott akkor vedd ki a radont, és nézd meg, olyan mérhetetlen sok gyöngy és
Jó, hogy ez ilyen zsebelő. Ja, jó, hát nyilván persze most olmot igen, meg most arany meg igen, tehát... Igen, tehát azért... Ez nem semmi. Hány szó tízez már? Számos egy, már. Kettő... Nem. Mennyi a rendszáma? Mindig úgy ábrázolok, tehát ez a másik, mindig úgy ábrázolom a protonokat, hogy ötösével. Tehát öt, három, nagy, ugye nyolc. Öt. Igen, és akkor az egyeseket is mindig ötösével, hogy a gyerekek minél gyorsabban le tudják olvasni a rendszámot. Hogy ötösével? Tehát mondjuk egy kis pöttyér ötöt? Hogyha a nagyobb rendszám... Mindjárt itt mutatok egyet. Tehát akkor ugye ez pont annyi, hogy egy nagy és öt kicsi. Öt kicsi, akkor nem ezt mutatom. Igen, 82, 4, 6. Nem mondjuk... Melyik legyen, nem tudom mutatni. A kénnél. Tehát van akkor egy van egy tízes, igen. Van öt darab egyes, és utána itt az egy darab. Az 56? Nem. Vagy 16? 16. Igen. Így van. Tehát mindig úgy csinálom meg, hogy 5-nél több ne legyen. 5-nél egy vár. Sorban. Igen, aha, azért, ja, értem. Igen, azért, mert a gyerekeknek sokkal könnyebb, igen, akkor, hogy tudjam, hogy itt fönt, ha lent van egy, akkor fölötte 5 van. Igen. És így minél könnyebb legyen a leolvasás számokra, igen, és ugye rájöttem. Mennyi időbet telt ezt így kigondolni, hogy ezt így megcsináld? A kigondolás az tulajdonképpen... Tessék? A kár az a króm, nem? A kár, kripton. A kripton. De elfelejtettem már ezeket. Mindig ahhoz, hogy valamit kitaláljunk, ahhoz az kell, hogy szembesüljünk egy problémával. Igen. És én nem tanítottam kémiát, de be kellett mennem helyettesíteni. És akkor jöttem rá, hogy nem működik a gyerekeknél. És akkor úgy, hát... Maga az ötlet szerintem az viszonylag gyorsan létrejött, de hát először még magam kivágtam a köröket, gondolom, gondolom, hogy ez így kezdődött. De még így kezdődött, igen. És akkor eljutottam oda, hogy a gyerekek... Jó, a nemes gázok, jó. Okay. Azok a nemes gázok. Xeon, igen, jó. Igen, eljutottam oda, hogy a gyerekek értették, és amikor tényleg azt láttam, hogy el tudja mondani, hogy ez milyen kötése van, minden, hát mondom, akkor ezt kell csinálnom, és akkor lényegében... Már akkor varrónőt igénybe vettem, akkor még a periódusos ugye nem volt, és akkor beadtam a szabadalmi hivatalba, ahol ugye el is fogadták, tehát oltalom alá helyezték, és akkor utána pedig a gondom az volt, hogy jó, egy dobozban ott vannak, de hát az mégsem jó, és akkor jött ez a fali szőnyeg. És annyi, hogy most már csinálok, ilyen egyéni készletet, mert ez ugye osztályoknak való, csinálok egyéni készleteket, azt pedig úgy kell elképzelni, hogy van egy mappa, és a mappát, ahogy nyitjuk, akkor ugye ott pedig főcsoportonként vannak az elemek, illetve annyi, hogy a nemes gázokat pedig domború formába készítettem el, és tehát azok nincsenek így elkészítve, és tulajdonképpen azt egy gyermek is tudja használni, és ott az atomszámokat úgy alakítottam ki, hogy mondjuk középiskolában is elegendő legyen. És otthoni tanuláshoz ez mennyire szükséges? Elég, hogy az iskolában ilyen módon tanulják meg, vagy azért otthon is jó lenne, hogyha... Én azt tapasztalom, hogy a gyerekek elég jól, hogyha az iskolában ugye a kezükben van és használják, akkor otthon ez már jól működik. De mondjuk amikor volt ez az online oktatás, igen. Hát az mondjuk kémia szempontjából kicsit nehéz volt, viszont mindenkinek, akit tanítanom kellett, úgy küldtem atomokat, és akkor ott viszont a szülői szem segítségével építkeztem. De szépen megtanulták úgy is a gyerekek. Az nagyon jó. Jó. Igen, mert valószínűleg azért sok embert érdekel ez, hogy ez hogy jött létre, de azért ez nagyon, nagyon ügyes dolog nekem, ez nagyon tetszik, mert szerintem igen, látó gyerekeknek is nagyon, szerintem könnyebben tanulnák meg a kémiát, mint én tanultam. Mindenképpen azt mondom, hogy ez
Többek között azért is, mert amikor arról beszélünk, hogy integrációban tanul egy gyermek, akkor szerintem nagyon fontos az, hogy olyan úgymond egyetemes eszközök legyenek, amivel mindenki tud dolgozni. Tehát se negatív, se pozitív irányban ne legyen diszkrimináció. És ez az eszköz olyan, amivel ugyanúgy tud dolgozni a jól látó gyerek is, mint a látássérült. Igen. De szerintem ez egy sima általános iskolában is megállna a helyét. Hát ott is megáll. Igen. Igen. Nagyon, nagyon bízom benne, hogy megállja a helyét. Az biztos. Hát, én úgy gondolom, hogy a kémia az egy fontos tárgy. Igen. És valójában azt gondolom, hogy mindenképpen valahogy azt kellene, hogy a gyerekek megértsék, mert ennek nagyon jó logikája van. Uh-huh. És az, hogy esetlegesen, hogy mondjam, tehát a továbbtanulás terén több olyan ember legyen, aki vagy kémia tanár, vagy esetleg valami kutatásban tudnak részt venni, de mindenképpen maga a szeretet fontos lenne, hogy megszeressék hátra utána esetlegesen többen, többen mindenképpen olyan irányba mennének. Mert nem, Laci, igen. Biztos nem mi leszünk a kutatók, ugye? Basszony. De igen, de azért a jól látó gyerekekből lehet. Hát igen. Igen, bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Kedves Zsuzsa. Vendégek, van-e kérdés? Épít csak valami jót. Zsuzsa, van kérdése? Írtam, de nincsen. Nincsen. Akkor megépítek még két dolgot, a gyerekek kedvenceit, jó? Oké. Okay. Jó. Mert már a szénmonoxid ott van, ami a gyerekeknek nagy kedvence. Hm. És aranyosak egyébként, amikor megkérdeztem tőlük, hogy jó, akkor itt a szénmonoxid, és akkor mondjátok meg, hogy a szénmonoxid az mérgezést vagy fulladást okoz. És akkor még bizonytalanok, hogy mérgezés, ja. Mondom, miért lenyeljük? És... Ja, igen. Igen, és? És akkor eljutunk oda, hogy bizony-bizony megfulladunk. Na, az egyik kedvencük, mi lenne, ha Laci, én megépítem, te megmondnak, hogy mi jön. Jó? Mit szólsz hozzá? Próbálj. Legyünk partnerek. Oké? Okay? Ez egy veszélyes anyagot építek, amit elárulok. Nagyon veszélyes lesz, jó? Maró hatása van, azt is elmondom. Úgyhogy a háztartásban ne előfordul, gyerekek elől el kell zárni, bár oldott formában, nem 100%-os formában van. Tessék. Ez az egyik. Hogy forgatja? Nem baj. Meg kell tapasztalni. Igen. Így van, és akkor... Meg kell nézni, igaz, Laci? Igen, egyébként. Így van, meg kell nézni, pontosan. És akkor... Nem tudom, hogy tapizni jobb, vagy nézni jobb, igazán volt. Hát tapizzat szerintem, az a tuti. És akkor ide is adok egyet, ez a másik a kedvenc. Hújjad nekem inkább. Nem, csak nyugodtan. Könnyű lesz. Ez 17 számos, ez 11. Igen. És akkor vannak... Igen. 2... 3-4-5-6... 16... A gombok mit jelent? 16 elektron. 17 elektron van itt, ugye? Igen. Itt pedig 11. 1-1-et átad. Segítek. A klór. És ő pedig... Nátrium? Uh-huh. Nátrium klorid. Igen. És egy szép ionkötése van. Igen. Na és akkor nálad mi volt, Laci? Az egyik az hidrogén. Fantasztikus, a másik ember. A másik meg egy 15-es rendszámod ad. Az a klór. Hidrogén klorid. Igen, a hidrogén klorid. Nátrium klorid és hidrogén klorid. Így van. Ezt nagyon szeretik a gyerekeknek. És ez az egyes rendszám, ami a hidrogén. Igen. Mert hogy ő nagyon maró. Igen. Pontos. A hidrogén az erősebb, vagy a klór. Aha, jó. Ez nagyon jó. Ugye én látóként másképp nézem, igen. De azt mondom, hogy pont ez egy nagyon szemléletes, a teljességhoz átomnak is. Tehát...
Igen. Hát én nagyon bízom benne, hogy látom is. Visszaraktam azt, és akkor ha bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Hát az lenne jó, hogyha a tagok tennének be kérdést, de nem írnak, úgyhogy... Akkor majd, ha írnak, eljutatjuk hozzád a kérdéseiket. Gondoltam, és hogy akkor... csetelnek, és... És akkor... nem csetelnek vele. Nem. De nem baj, mi még maradunk, a tagoktól meg elköszönünk. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartott, aki velünk tartott, akik utána megtekintik a kis felvételt, őnekik is nagyon szépen megköszönjük. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, sziasztok! Szép napot! Szép napot!